Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az éter hullámain. Június 3-án a mai napon az ugandai vértanúkról emlékezik meg az egyház. Az ugandai király 1886 és 87-ben kivégeztette a hitéhez ragaszkodó Lwanga Károlyt és 21 hitvalló társát. Az afrikai egyház első vértanúit 1964-ben avatták szenté. Mai szentmise áldozatunkat élő és elhunyt családtagokért ajánljuk fel. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te a vértanú kiömlő vérét, keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántó földjén, amelyet Lwanga Szent Károly és társai vértanúk hullásával öntöztek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, kiveled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Timóteusokhoz írt második leveléből. Pál Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola Timóteusnak szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságaimban éjjel-nappal szüntelen megemlékezem rólad. Figyelmeztetlek, élesz fel magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem se szégyelj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket, velem együtt bízva az Isten erejébe. Ő megmentett és szent hivatására hívott meg minket, nem tetteinek alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme szerint, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki halált legyőzte, az életet és a halhatatlanságot pedig felragyogtatva az evangélium által.
ennek lettem hírnöke, apostola és tanítója. Emiatt szenvedem a fogságot is, de nem szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni a rábízott kincsemet addig a napig, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondták, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódott. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódott. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor hogyan feltámadnak? Ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipke bokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Luvanga Károly 1865-ben született Ugandában, és 20 éves korában keresztelték őt meg. A francia misszionárius fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett Ugandába, és szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők ellenük fordították a királyt. Ezért el kellett hagyniuk az országot. A király 1884-ben visszahívatta az atyákat, az udvarban voltak keresztények, köztük Luvanga Károly is, az apródoknak a vezetője. A keresztények ellen hangolt király kihirdette elhatározását, mindazokat, kik imádkoznak, megöleti. Károly maga köré gyűjtötte imádságos virrasztásra azokat, akik hűségesek voltak a hitükhöz, így készültek aztán a vértanúságra. A közöttük lévő katekumeneket levizsgáztatták és megkeresztelték. Amikor másnap a király felszólította az imádkozókat, hogy álljanak a fal mellé, Károly volt az első, aki kilépett a sorból, és odaállt a nádból font falhoz. Társai aztán követték. Luvanga Károly és 12 társát elevenen elégették, amiért hitükhöz ragaszkodva
nem engedelmeskedtek a király parancsának. Károlyt 1886. június 3-án a többi 21 keresztényt 86 májusa és 87 januárja között ebben az időben végezték ki. Ők az afrikai egyház első vértanúi. 6. Pál pápa 1964. október 18-án II. Vatikáni zsinat 3. ülésszakán avatta szenté a vértanukat. Krisztusban, kedves testvéreim! Oly sokszor hallunk róluk, oly sokszor beszélünk, olvasunk, gondolkodunk, halljuk az ünnepeket a vértanúságról. Meghallgatjuk és tovább megyünk. Sokszor felfoghatatlan számunkra, hogy tud egy ember oly erőre szert tenni, ami képessé teszi, hogy meghalljon a hitért. Hogy odaadja egészen az életét, és képes legyen feláldozni. Talán tudnánk mondani recepteket, hogy milyen egyszerű és könnyű lett volna kikerülni. Főleg akkor, mikor családtagoknál látjuk ugyanezt, családoknál látjuk ugyanezt, fiataloknál, gyermekeknél látjuk ugyanezt. Szinte az ember szíve fáj is, és szeretné megmenteni őket, és valahogy segíteni, hogy ne történjék meg a baj. A baj, ami voltaképpen a születés, a megszületés. Mert ha itt meghal, akkor egy új születés nap az a halál nap, méghozzá a mennyországra való születés nap. És hogyha úgy hal meg, mint vértanú, akkor hitünk, reményünk tudja nagyon jól, és az egyház tanítása is, hogy a vértanúk a mennyországba kerülnek rögtön. Aztán tovább haladunk, nem gondolkodunk tovább, nem nézünk a túloldal felé. Ahogy a szadduceusok elkezdték a meséjüket, mert hát ez mese volt, Jézus törbe akarták csalni, hogy vajon mit fog mondani, hát ők nem hisznek a feltámadásban. Na, itt egy talány, itt egy fejtörő. Na most fejtse meg Jézus, mit fog mondani? És egyszer volt, hol nem volt. Kezdték ugye a szadduceusok a történettel. Hát volt egyszer egy vakond. Volt egyszer egy hatalmas kerek erdő, amely fölött éppen az erdei tündér repült, és meghallotta, valaki odalent az erdő mélyén sírdogál. Ekkor az erdei tündér a pálcájával rajzolt egy kört, majd rögtön ilyen pici apróvá, mint egy tücsök akkora lett, és leszállt le az erdőnek mélyére, és akkor látta meg, hogy egy vakon túrás belsejéből, mélyről jön a sírdogálás. Leereszkedett a vakontúrásba, akkor találkozott a vakonddal. Hát te vakond, miért sírsz? Hú, ha ezt tudnád, képzeld el, mi történt. Ástam, végig egy tölgyfa gyökerénél, és egyszer csak kiukadtam a törzsénél. Gondoltam, hogy friss levegőt szívok, kicsit megpihenek, de akkor hallottam ám meg, hogy egy vércse keservesen sír és rí, és pontosan, hogy portyázik, és próbálja keresni az ő eledelét, élelmét. Nagyon megijedtem tőle. És abban a pillanatban hirtelen visszaszaladtam, és rohantam. Annyira féltem, órákig csak rohantam. Nehogy elkapjon, nehogy elpusztítson, nehogy végem legyen. És képzeld el, hogy odafönt hagytam az ásóm. És mivel nincs ásóm, ezért nem tudok újabb járatokat fúrni, ásni. Maradnak azok a járatok, amik voltak. De hát az én életem arról szól, hogy szüntelenül, mint vakon, a járatokat szépítem, ásom, újakat, egyre nagyobb területeket járok be. Ez az én otthonom, ez az én házam, és ezért sírok. És erre azt mondja a tündér, hogy na ide figyelj, segítek neked. Nézd, látok itt 3 járatot. Mi lenne, ha elindulnánk a baloldaliba? Ugye Jézus nem ment bele ebbe a kérdezősködésbe, hogy mi lenne, hogyha a hetedik fér kapná meg a feleséget. De mi lenne, ha ezen a járaton elindulnánk, és elkezdtem mondani a vakont, hogy hát odaérkeznénk voltaképpen
a leggonoszabb és a legrosszabb vakonnak a területére, amihez én nem szeretnék oda menni. És mi lenne, ha a középsőbe indulnánk el? Hát, hogy a középsőbe indulnánk el, akkor egy hatalmas területre érkeznénk, lent ugye a barlangrendszerbe, és onnan nyílik a születésnapi ünnepi termem, ahova csak egyszer járok egy évben, mikor születésnapom van, hiszen ott rengeteg földégi liszta van, és lakmározok belőlük. Ha többször mennék, akkor elköltöznének. És mi lenne, hogyha a harmadik járaton mennénk? Hát, hogyha a harmadik járaton mennénk, akkor, hát akkor egy hatalmas tisztáshoz érnénk, és ott a hatalmas tisztásnál ott lakik a pocok, nagyon jó barátom, és nagy raktára van, élelmiszer raktára. Sokat szoktunk beszélgetni, de egyik se vezet a tölgyfához. Ez egy nagyon új hely. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy juthatnék oda-vissza, és hogy te, tündér, hogy tudnál nekem segíteni? Tündér gondolkodik, hümmög. Tudod, mit vakont? Segítek neked. És tudod, hogy gyere utánam. Felmegyünk a felszínre. Elindult felfelé a tündér, a vakont utána szuszogott, és mikor felérkeztek, és kikukkantott a vakont, azt mondja neki a tündér, te vakont, most nézz körül, és próbáld meglátni innen fentről a felszínről, hogy hol van az a tölgyfa. Tehát a vakont mondja, hogy hunyorog, nem lát, hát nagyon alig lát valamit kint a felszínen, de csak a sziruettjét, csak a körvonalait próbáld meg, csak egy picit, egy apró kis út irányt, amiből láthatod, hogy hol lehet ez a tölgyfa. Talán, hogy így hunyorog, talán arra, ott. Na akkor induljunk el abba az irányba, de nem te, hanem majd én, mondja a tündér, elrepül oda, már látom is az ásót, megfogja, visszarepül vele, és odaadja a vakonnak. És azt mondja, tudod mit vakont? Nagyon örül neki természetesen, és hálálkodik, megköszöni. Tudod mit vakont? Innentől fogva így élj. Éled az életedet, de abban a pillanatban, ha valami gondod van, valami bajod van, ha valamit nem tudsz, nem tudod merre menj, hogyan tovább, akkor fohászkodj fölfelé. Akkor kérd meg engem, hogy jöjjek és segítsek, és én mindent látok föntről. Leszállok hozzád, és megmondom neked a helyes utat. Jó? S a vakont beleegyezett. Nagy hálálkodás közepette, és onnantól fogva így élte az életét. Hogy mindig, ha valami gondja volt, baja, szólt a tündérnek, és ő megmutatta a helyes utat és az útirányt. És testvéreim, nem csak az ásót tudjuk elveszíteni, ahogy a vakond a nagy rohanásba és a futásba, hanem voltak éppen az igazságot is. És Jézus érdekes módon nem ereszkedett le a szadduceusoknak a birodalmába, barlangjába, labirintusába, hogy elkezdje mondani, mi lesz, ha a hetedik fér kapja meg a feleségét, ha a hatodik, ha az ötödik, ti mit gondoltok, hogyan. Nem, hanem abban a pillanatban kiragadta őket abból, amiben benne vannak, amiben be vannak zárkózva, amiből nem tudnak kitekinteni, föltekinteni, ami elképzelhetetlen az ember számára is, akár a hétköznapi ember számára is, hogy hogyan képes valaki meghalni Istenért? Hogy lehet a feltámadás egyáltalán? És Jézus rögtön azt mondja, hogy hiszen ott a feltámadásban olyanok lesznek, mint az angyalok. Az ember olyan lesz, mint az angyal. Nem fog házasodni. És ugye milyen nehéz ezt elképzelni. Egy magzati életnek milyen nehéz elképzelni a kinti világot odabent. Nincsenek olyan feladatok, mint itt kint az életben. Ott is van egy élet. Ugye? Egy életkörnyezet, amiben 9 hónapig fejlődik a gyermek. És azt utána a virágra születik. És mikor a világra született, onnantól fogva egészen más élethelyzetek, feladatok várják őt, mint odabent a mélyben. Ott is egészen más, ott a szervezeten belül folynak a fejlődések, és minden más. Ami ott éppen abban az élethelyzetben, abban az életállapotában neki kell és szükséges. És amikor megszületik a világra, akkor pedig ugye nől, hivatása van, megtalálni Istent, akár meghalni érte,
és akkor itt ebben az élethelyzetben éli életét. És aztán mikor meghal, azaz megszületik, a következő ugye, megszületik a világra, onnan megszületik a jó Istennek a világára, az örök életre. Akkor ott is egészen más dolgok lesznek, amiről Jézus beszél. A feltámadás, amikor feltámadott testet kapunk, amikor nem lesz ott házasság. Hogy Jézus mondja, hogy az Isten nem a holtaknak az Istene, hanem az élőké. Mint ha azt mondaná, hogy itt a föld, a világ, az a holtaknak a világa. És mikor feltámadunk, az lesz az igazán az élők világa. És itt a holtak világában házasodnak, igen. De ott az élők világában már egészen más lesz. Ma azon kell, kedves testvéreim, elgondolkodnunk, hogy a mi történeteink és gondolatainknak a labirintusa az milyen. Tudunk-e feltekinteni, kitekinteni, kijönni, kibújni a felszínre, és kérni a jó Istennek az irányítását, hiszen Jézus minket is útba igazít. Minden élethelyzetünkben, minden nehézségben, minden problémában. De még úgy is, hogy helyreigazít és útba igazít, hogy adjunk hálát. Tudjunk hálásak lenni minden ajándékért. Tudjunk hálásak lenni azokért, amilyen dolgok körülvesznek minket. Tudjunk hálásak lenni azokért az emberekért, akik körülvesznek minket, akik vannak nekünk. Tudjuk őket igenis értékelni, szeretni, tudjunk értük áldozatokat hozni. És ehhez nekünk meg kell állni a rohanásból, hogy rettegésből, a félelemből. Meg kell állni, meg kell torpanni, és fölfelé kell tekinteni. Ki kell mászni a félelmeink, a kilátástalanság, vagy az elhagyatottságnak sötét labirintusaiból. Ki kell mászni, ki kell kapaszkodni, nem szabad abba benne maradni. Ez az ördögnek a munkája, hogy igen, menjél, és süllyedj, és mélyedj, és úgy se lesz kiút. Hát ott, hogyha elkezdek mászkálni, gondolkozni, melyiknek lesz majd a felesége, akkor nem is fogok kijutni abból. De hogyha megállok és fohászkodom, és elkezdek fölfele ásni, és kijutok a felszínre, akkor meg fogom tekinteni, meg fogom látni Istennek sziruettjét, körvonalait az életemben lévő csodákban, az életemben lévő imádságban, a szentségekben, és mindig fel kell mászni, fel kell kapaszkodni, fel kell frissítenem az emlékezetemet, a memóriámat, mert olyan feledékenyek vagyunk. Annyiszor elfelejtjük, hogy a Jóisten hányszor belelép, és belepillant, és szinte beleolvad az életünkbe. Egy-egy eseményen keresztül, élethelyzeten keresztül, és megsegít, és ott van, és adja az erőt, hogy bírjuk tovább. És utána mindig elkeseredünk, és a saját magunk labirintusát kezdjük el ásni. Miért nem segített? Miért volt így? Miért volt úgy? Hogyan tovább, mint? Vizsgák előtt is hányszor fohászkodunk, és ott vagyunk bent, és dobog, mozog a szívünk, az egész mindenünk megfeszül, és jaj, idegesség, stressz, minden, és utána, amikor kijövünk, akkor szinte érezzük azt, hogy ott volt a gondviselés, megsegített. Pont azt a tételt húztam, szinte éreztem, hogy oda kell nyúlnom, azt kell kihúznom, és tudtam is, és felmondtam, és elmondtam, és jó jegyet kaptam belőle, és hála legyen a jó Istennek. A végén mindig itt meg kell köszönni, hogy a kis mesébe a vakond is megköszönt a tündének, és hálás volt azért, hogy mint gondviselő ott fog mellette lenni egész életében, és segíti, hogy el ne tévedjen ott a labirintusba, lent a föld alatt, a sötétségben. Ugyanígy ugye a Zsoltáros is, ahogy mondja, hogy bár a sötét völgyben járok, de nem félek, mert Istenem, te velem vagy. A vezércsillag, ugye, mint vezércsillag énekeljük a boldogságos szűzanyáról, ugye a csillag, ami a sötétségben is világít. Talán a cserkészek tudnák igazán elmondani, amikor kint táboroznak éjszaka ugye az erdőkben, és teljesen beborul minden, a felhők eltakarják, hogy ma most jöttem át a bazilikába, és bele tudtam nézni a napba, hiszen elfette valamilyen fátyol felhő, de olyan erősen fette el, hogy körvonalit, csak a sziruettjeit láttam, hogy a vakon csak a sziruettjeit látta a tölgyfának, hogy mi az életünkben Isten kezének, Isten gondviselésének csak szinte a sziruettjeit látjuk, és szinte el is tűnt utána, de az emlékezetünkben itt él, hogy velünk van, él, és érezzük, és tudjuk, és minduntalan visszajön, és minduntalan
megtekintjük, rátekintünk, meglátjuk, megtaláljuk, és akkor megtaláltuk, akkor utána érezzük, hogy az a miénk. Hogy képesek vagyunk eladni mindent, mert az a gyöngy, az az igaz gyöngy, ő maga az a miénk lett. Hogy a kereskedő is, a földbirtokos is megtalálja, és mindenét eladja. És odáig eljut, hogy vértanúvá válik, mindenét eladta, mert megtalálta azt, aki az igazi kincs, az, aki az igazi örök, aki az örök életre vezeti őt. És ezért képes oda dobni az életét, és tanúskodni erről. Azaz, hogy Istennek az életéről, jelenlétéről, a feltámadásról, és kedves testvéreim, ez a mi feladatunk is keresztényeknek, hogy tanúskodjunk, és tanúságot tegyünk magáról, Istenről, őről, akiben hiszünk, aki személy, aki létező, aki felvette velünk a kapcsolatot, aki várja, hogy mi is keressük és felvegyük vele a kapcsolatot. És most, hogy jövő héttel megszűnnek az online misék, valamilyen irányba mi néztünk mindig, mindig keresünk, hogy a hétköznap nem lesznek online misék, hétfőtől péntekig, de a szombati és a vasárnapi szentmisék azok közvetítve lesznek. De ez is azt mutatja, hogy most innentől fogva egy másik irányba kell tekintenünk nekünk, és mindazt, amit ezekben a napokban mi kaptunk, az éter hullámain keresztül, a Jóisten kegyelmén keresztül, azt most egy másik irányba kell elindulnunk, és most már lassan-lassan kiléphetünk, és kamatoztatni kell azokat a kegyelmeket és gyümölcsöket, amiket megkaptunk, átéltünk, átimádkoztunk az otthoni napokban. Így kérjük, kedves testvéreim, ma az ugandai vértanúknak a közbenjárását, hogy ha még homályosan látunk, tükör által látunk, akkor is a Jóisten segítse az életünket, és legyen ott mindig bennünk, hogy ő vezet, vigyáz ránk, irányít minket, súg, segít. És az akaraterünk forduljon felé, ahogy a szűzanya virága, ugye a napraforgó virága, hogy fel kell a nap, elkezd arra irányulni, és megy, végig követi egész, végig, amerre világít, és a fényét küldi a földre, az éltető fényét, és amikor lemegy a nap, akkor érdekes módon ugye a virág is szépen így lemegy, és úgy, mintha elszomorodna, becsukódik, és átvészeli azt az éjszakát, amikor akár jégeső, vihar, bármi jön, és várja azt, hogy aztán újra felkeljen, mert erőt ad neki, és újra kinyílik, és újra követi. Hát így hordozzuk mi is, keres testvéreink, a keresztjeinket, és így kapaszkodjunk bele az isteni gondviselésbe, és járjanak közben a vértanúk, a szentek, megmaradva ezen az úton, és a Jóisten felé tekintve, mindig meg tudjuk őt vallani az életünkbe, és így ezáltal a példán keresztül, a példáinkon keresztül, és Isten kegyelmén, erején és megbocsátásán keresztül példát tudjunk adni, és egyre több embert tudjunk elvezetni a Jóistenhez. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúdért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúdért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét, szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket.
vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be az összes halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, az örök élet kegyelmét elhunyt családtagoknak, s add meg éltető és erősítő kegyelmeidet élő családtagoknak, kikért ezt a mai szentmis áldozatot felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházjavára. Urunk Istenünk, fogad jó szívvel áldozati adományainkat, s amint szent vértanúidnak megadtad, hogy inkább a halált válasszák, mint a bűnt, foglalj le minket is egészen magadnak, és téld jó oltárodra méltó szolgáivá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedet. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Károly és társai hitükért vérüket ontották, a megváltó nyomába léptek, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeték, mely gyöngességében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért az a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelő magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látásával. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Mihály Gábor és Ráfel arkangyalokkal, főegyházmegyénk védőszentjeivel, Szent Annával és Gizellával, Szent Károllyal és társai vértanúkkal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Imádkozzuk közösen lelki áldozásnak imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. Ami Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Mm.
könyörögjünk. Szentségi lakomádban részesülve, Istenünk, megünnepeltük szent vértanúidnak a halálon szerzett győzelmét, adhogy amint nekik erőt adtál a kínok elviselésére, erősíts meg minket is az élet nehézségei között, hitben és szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, hogy hallhattuk, hogy a fogságban, a börtönben a Vánk Szent Károly keresztelt, ez nem őt, hanem őt keresztelték meg, ugye, de hogy ott bent a fogságban katekumenek váltak keresztényé, és aztán utána hirtelen rögtön vértanúvá. Most a hétvégén vasárnap a katekumeneknek szentség kiszolgáltatása lesz itt a bazilikában. Imádkozunk mindnyájan értük. Abból a világból, amiből elhatározásukból ki akarnak szakadni, ki akarnak jönni a felszínre, meglátni Istennek körvonalait az életükben, és belekapaszkodni, hozzá fohászkodni, és innentől fogva befogadni az ő életét az életükbe, hogy ők mindig meg tudjanak maradni a hitben. És ha vissza is húzná őket a régi világ, ne maradjanak benne. Föl tudjanak mindig állni, és a jó harcot megharcolni, ahogy itt a vértanúknál is látjuk. Vérük ontásával képesek voltak, a Szentlélekkel eltelve képesek voltak meghaladni önmagukat, félelmeiket, képességeiket, mindent, hiszen maga a Szentlélek dolgozott, működött bennük. És az ő dicsérete, az ő magasztalása legyen az életünkbe, mikor érezzük, hogy meghaladjuk önmagunkat, akkor érezzük, hogy a keresztünk könnyebb lesz, akkor érezzük és látjuk, hogy csoda történik, hogy mindig magasztaljuk az Istent és az Isten gondviselését, hogy ezek ők a katekumenek, 14-en lesznek, akik a szentségekhez járulnak, minél erősebben megérezzék ott a szentségekben az Isten szeretetét, kiáradását, és hogy el tudjanak indulni abból a labirintusból, amiben eddig jártak, és mégis érezték, hogy nekik vissza kell térni haza, és a haza itt van, azaz megérkeznek, hogy hordozzák őt, magát, Istent, és hogy tanúságot tudjanak tenni a világnak. Így imádkozzunk értük is, és minden nap önmagunkért is, hűségünkért is, Isten felé és a hivatásunkért. Így fogadjátok az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.